A tanulók ünnepi műsorával köszöntötték Máté Szalkán a felújított kollégiumot. A gépészeti technikum épületének átadásán a szakképzésért felelős helyettes államtitkár elmondta, a szakképzés tartalmi és módszertani megújulása mellett az infrastruktúrát is fejleszteni kell. A környezet, hogy mi vesz körül, milyen lehetőségeket biztosít, ez nem csak arról szól, hogy most milyenek a falak, hanem arról is szól, hogy igen, milyenek a falak, mennyire kulturált, és milyen egyéb más lehetőségeket biztosít. Ez a kollégium fejlesztés, ez lehetőséget teremt arra, hogy hasznosan töltsék el a gyerekek a szabadidejüket, hogy fejlesszék saját magukat, élvezzék a fiatalkorukat, hiszen itt zeleszobától, a cselgán szobától kezdve minden van, kinek milyen érdeklődése van, és hát mellette én azt gondolom, hogy így a tanulás is sokkal jobban megy. Úgyhogy a fejlesztések, amiket elindítottunk a szakképzésbe, valóban a kollégiumra és az iskolai épületekre és a tanműhelyekre is egyaránt kiterjed. A Máté Szalkai intézményben a 2016-os épületenergetikai fejlesztés után most közel 300 millió forintból a kollégium 4 szintjén 49 kollégiumi szoba újult meg. Emellett a vizes blokkokat, a zeneszobát, a tornatermet, a cselgáncs szobát és az irodahelyiségeket is korszerűsítették, kialakították. Az épületet napelemes rendszerrel szerelték fel. A fejlesztések azonban nem állnak meg. A gépészet esetében egy közel 1 milliárd forintos fejlesztés van most az ITL asztalán. Államtitkár asszony erről szólt is egyébként, tehát és azt gondolom, hogy ha az ő támogatásáról beszéltünk, akkor azt maximálisan bírjuk. Az 1 milliárd forintos fejlesztés az egészségügyi képzés teljesen új, nem csak épületileg, hanem szakmailag is, berendezésileg új alapokra helyezi. A jelenleg lapostetős tanműhely épülete fölé egy teljesen új saját hordószerkezetet, önhordószerkezetet építünk majd, közel 1000 négyzetméter felületen, ahol mint a kórház úgy fog majd kinézni a terveink szerint, hogy szinte kórházi körülmények között fognak a tanulók tanulni is, illetve a gyakorlataikat végezni. Ez egy nagyon nagy szabású terv, amit szeretnénk 2024-ig megvalósítani. Illetve ezzel párhuzamosan, bár nem Máté Szalka helyszíne, de Nagykállóban is egy 4 milliárdos építészeti, illetve egyéb fejlesztési beruházást tervezünk a Nagykállói Budaiban. Ezek a beruházások részben Európai Uniós, részben pedig hazai költségvetési támogatásból valósultak meg, amelyek lehetőséget biztosítanak ahhoz, hogy a fiatalok a lakóhelyükön boldoguljanak. Az intézmény jelenleg 118 saját diáknak, közel 30 kárpátaljai tanulónak és az orosz-ukrán háború elől menekülő Tisza Péter falvai iskola dolgozóinak is férőhelyet biztosít a kollégiumban.